the club with you. I'm not sweating, no one. Mi a helyzet? Egyenesen a Los Angeles-i Traffic Jam közepéről. Hát emberek, most egy 5 perce jutott eszembe, hogy el kell kezdenem most azonnal csinálni ezeket a videoblogokat. Ugye megígértem nektek, hogy be fogok jelentkezni minden kosaras eseményről. Hát ugye az előző hetet azt Mexikóban töltöttem, mert hogy máshogy nem tudtam volna bejönni az Egyesült Államokba. Aki a Schengeni zónába lakik Európába, az egyszerűen turista vízummal nem mehet be az USA-ba, úgyhogy a loophole-t így lehetett kijátszani, hogy igazából Mexikóba vagy a Schengeni zónán kívül egy 2 hetet eltöltesz, és utána egy negatív PCR-tesztet felmutatva el tudsz jönni a határon. Na, de a lényeg, hogy én teljesen kivoltam amiatt egy körülbelül egy hónapja, amikor elkezdődött az NBA rájátszás, hogy hát a Lakers kiesett. És hát én már tudtam, hogy jönni fogok elébe, és hogy basszus, hát nem fogom tudni átélni az igazi Los Angeles-i playoff hangulatot. De hát közben a Clippers az meg bennmaradt, és konferencia döntőt játszik, úgyhogy eszembe jutott, hogy hát basszus, most megérkeztem, és pont ma este fognak játszani a Suns ellen konferencia döntőt, úgyhogy ránéztünk a neten a jegyekre, és 2 darab jegy volt még a nosebleeding helyekre, ami a legfelső sorokban vannak a stadionnak a legtetején, ahol körülbelül ilyen hangyaháborút láthatsz fentről. De mindegy, a lényeg az élmény, és hogy ott lehetünk, és hogy élőben láthatjuk a playoff meccset bukörékkel, és mindenkivel, akiket már évek óta nézek. Úgyhogy ilyen 150 dollár körül tudtuk megvenni ezeket a jegyeket. Nem tudom, hogy mikor fogok tudni még egyszer NBA playoff meccsre menni, mert hát lehet, hogy 2 meccs múlva kiesik a Clippers, úgyhogy úgy voltam vele, hogy jó, hát ezt a jegyet most muszáj megvenni. Úgyhogy beültünk a kocsiba, körülbelül egy 5 órája érkeztem meg, úgyhogy ahogy látjátok, most menjünk downtown fele, a Staples fele. Úgy voltunk vele, hogy ha nem is vesszük meg a jegyet, akkor a parkolókban mindig tartanak watch partyt, és az is egy hatalmas nagy buli, de nem, muszáj bemenni, úgyhogy úgyhogy úristen, baszki, megyek NBA playoff meccsre, és Jézus úristen, ez nagyon, nagyon durván random jött, úgyhogy jelentkezem, és jövünk a friss képekkel. Let's go!
Yeah.